Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket, hallgatónkat a Hitcast legújabb Bibliai Hősök című műsorában, és szeretettel köszöntöm mai beszélgetőtársamat, Fodor Sándort, a Marosvásárhelyi Hídgyülekezete lelkészét. Szervusz, Sándor! Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat! Legutóbb egy roppant érdekes témáról, Ábrahám történetéről beszélgettünk, és mivel éppen a múlt héten volt a házasság hete, én úgy gondoltam, hogy egy kicsit fűzzük tovább ezt a vonalat, és menjünk tovább Ábrahám utódainak az élettörténetén. Ábrahám fiának, Izsáknak és az ő házasságának a története számomra roppant érdekes, és nagyon sok fontos tanulsága, üzenete van számomra, én úgy érzem. Viszont nagyon érdekessé teszi a rövidsége, az, hogy ilyen epizódszerűen tudunk meg csak egy-egy dolgot az ő házasságáról, a Rebekával való házasságáról, és mégis mindegyik valahogy nagyon ütős. Igen. Úgyhogy ez is lenne az első kérdésem, hogy miért van ez vajon, hogy igazából elég keveset tudunk meg róluk? Ez az én véleményem, nyilván nem egy kijelentésből mondom ezt, csak megfigyeltem, hogy azok az emberek, akiknek az élete végén valami zavar volt, azoknak általában a Bibliában rövidebb szakaszt szán az ige. Milyen érdekes. És Izsáknak az élete végén van egy nagyon szomorú történet. Magáról így nevezem az ige, hogy és ők voltak, Izsák és Rebeka lelke keserűsége, tehát a menyei. És azt gondolom, hogy ez olyan végzetes, hogy olyan súlyos hiba, nem végzetes talán az ő életükben, mert nem volt az, hanem inkább súlyos, ami a egyháztörténelem szempontjából lerövidíti a programot. Amúgy az embernek az egész életét is. Én azt gondolom, hogy ez is egy profetikus helyzet. Már eleve az ószövetségi szenteket, akiket így a Biblia elénk állít, már úgy kell megközelíteni, hogy ők, az életük is egy profécia, az életük, történetük és üzenetértékű, mint például az, hogy miért szól olyan keveset a Biblia az életükről. Azért, mert ha a keserűséget az életünkbe beengedjük, valamilyen mondani, egy olyan zárlat történik, hogy muszáj az Isten kivágja belőle, amit hasznosíthat, a többit meg kihagyja. Kezdjük akkor szerintem a történetnek a legelejéről, mert már ez is egy érdekes dolog, legalábbis mai szemszögből nézve. Tehát ugye ez, hogy Ábrahám elküld egy szolgát, még csak nem is ő maga szerez úgymond feleséget a fiának, hanem egy szolgára bízza ezt a feladatot. És ugye még az is egy plusz szempont, hogy azt kiköti, nem szeretné, hogy Izsák a kánaáni hölgyek közül találjon magának feleséget. Miért volt ez fontos Ábrahám számára? Ez lenne az első kérdésem, ami tényleg érdekel. A másik pedig, hogy hogyan bízhatott egy ekkora felelősséget egy szolgára? Kezdjük az első kérdéssel. Úgy gondolom, hogy Ábrahám teljesen tisztában volt azzal, hogy a kanaáni népek átok alatt vannak. A Noé fián, a Kámnak a leszármazottai, akiket az apjuk bűne miatt már egy átok sújtotta, és ezt maga Noé is megállapítja. Ugyanakkor már azt gondolom, hogy abban az időben is erkölcsi és spirituális romlás volt, nem csupán a mai szemben tekintve én erkölcsre gondolok, hanem itt az óriások szerepére gondolok. Talán az óriások rontották meg a leginkább a kanonaita népeket. Én úgy gondolom, hogy az ősöknek a bűne ajtót nyitott, vagy jogszerűséget biztosított, hogy gonosz angyalok kedvenc helyévé vált. Ugyanis az érdekes módon többször olvassunk repetát. Tehát megjelennek az óriások, legyőzi őket, úgy tűnik, hogy Józsi majdnem mindent kiírtja őket, aztán később megjelennek jóval később újra, aztán egészen még Dávidig is.
És tudjuk, hogy ezek az óriások nem mennyi angyalok voltak, hanem gonosz angyalok, uh-huh. akik nagyon nagy tudással bírtak, és egy olyan befolyással bírtak az emberekre, egy olyan rossz befolyással, ami ugye összekeveredtek szexuálisan is, de ilyen menthetetlen állapotot uh-huh. alakított ki. Tehát van, amikor valaki úgy megromlik, uh-huh. hogy olyan, mint egy nagyon rothadt edény. Nem tudod, nincs honnan kiinduljál. A mentalitásában, viselkedésében uh-huh. ebben egy picit ad a Lót története segítséget nekünk, a Sodoma és a Gomora. Tehát ugye bejönnek az angyalok, az Isten elküld két angyalt, akik igazából fordíthattak volna az Istennek a tervezett büntetésen. Mert amennyiben megtérést tanúsít a város, ahogy a Jónás idejében Ninive azt tanúsított, biztos vagyok benne, hogy Isten megváltoztatta volna a tervét. Ehelyett rájuk ugrottak, erőszakot akartak rájuk gyakorolni, tehát egy olyan típusú megromlásról van szó, ami a Bibliában az utolsó időkkel párhuzam. Tudjuk, hogy ilyen lesz az utolsó idő. Szerintem itt kopogtat már az ajtónk előtt. És ez az egyik oka, amiért úgy gondolom, hogy mint Ábrahám, nagyon spirituális ember, nagyon tiszta ember, nagyon tiszta látással bíró ember, kiegyensúlyozott érzelemmel, értelemmel bír, és emiatt úgy gondolom ezért hagyatékozott így. Tehát ez egy ilyen védelem. Igen, volt mert nem akarta, hogy a családjába ilyen uh-huh. bejöjjön. Uh-huh. Ugye a házasságon keresztül az anyós is bejön. Természetesen. A családok is. Az egész család, igen. A másik kérdés, hogy tudod megbízni ennyire a szolgába, ez valóban nagyon érdekes kérdés. Mai szemmel tekintve elképzelhetetlen szinte. Én azt gondolom, hogy nagyon idős volt már Ábrahám, uh-huh. és nem tudta bevállalni, mert uh-huh. biztos vagyok benne, hogy nem lehet volna olyan idős, hogy bevállalta uh-huh. volna ezt a hosszú utat. A másik, jó tudni, arról a szolgáról úgy szerepel a Bibliában, hogy házánál nevekedett szolga volt. Tehát bízott benne. Tehát valószínű, hogy gyerekkorában az uh-huh. is lehet, hogy nála született. Uh-huh. Most gondoljunk csak bele, amikor 80 évet valaki ott van. Egy olyan nevelést kapott, egy olyan hitet vett át, az Ábrahám hitéből volt, mert látjuk, hogy ő ugyanúgy imádkozott Istenhez, segítségül folyamodott. Tehát én azt gondolom, hogy olyan lehet egy ember ilyen megbízható. És tudom, hogy most, amit mondok, lehet, hogy nem leszek népszerű vele, de szerintem sok házasság jobb lenne, ha érett idős emberek véleményének nagyobb teret engednének a fiatalok, mielőtt döntést hoznak. Én nem gondolom, hogy valaki helyettünk kell döntsön, azt én sem így gondolom, de idősebb és tapasztalt emberek azonban látják bizonyos házasságokról, előre lehet látni, hogy benne van a vállás előre, a botrány, a baj. Amit a fiatalok sajnos nem látnak, ahogy mi se láttuk volna, mert ehhez kell egy olyan élettapasztalat, akkor azért ad egyfajta bölcsességet, és hogyha ez társul Isten hittel, ez akkor még több. Tehát én azt gondolom, hogy ma is a szülőknek sokkal nagyobb szerepet kellene adni a társválasztásban. Én is így csináltam, én mielőtt döntöttem volna azt a lányt, akit én úgy éreztem, hogy kiválasztottam, vagy ő lenne, titokban megmutattam a édesapámnak. És megmondtam, nézd meg azt a lányt, őt szeretném elvenni feleségül, mit szólsz hozzá? És ekkor még én nem kértem meg, még nem döntöttem el, engem az érdekelt, hogy ő ezt hogy látja. És ezt miért tartom ilyen, miért mondom ezt? Ha egy gyümölcs nagyon jó, azt egy idős is, egy fiatal is látja, hogy nagyon jó. Amikor fiatal az ember, a szerelem rózsaszínné változtatja a világot. Ő nagyon szépnek látja, és jónak bizonyos dolgokat. De akin ez nincs rajta, ez a homály, ő azt is látja, hogy lehet, hogy nem pont épp olyan, vagy lehet olyant, ami meg borítékolja az, hogy ebben nagyon nagy baj lesz.
Tehát én úgy gondolom, hogy ez is egy tanulság, és ez is egy, nekünk egy üzenet, hogy igaz, hogy nagyon modern világban élünk, de ezen a fejezeten nagyon nagy baj van. Ugye az elektronika hol tart? Már egy mobiltelefonban több és sokkal modernebb informatika van és számítógéprendszer, mint az Apollóban, még a Hold a 168-ban. Óriásit fejlődött. De az emberismeretünk és a házasságokat tekintve fordította a kép. Sokkal több a válás ma, mint 50 évvel ezelőtt. Nem lehetünk büszkék arra, hogy mi annyira felvilágosultak vagyunk, hogy már meg tudtuk oldani a válás problémáját, hanem azt látjuk, hogy sose látott problémákkal küzdünk. Miért? Azért, mert a fejlődés, a technikai, a tudásfejlődés még nem társul azzal az emberismerettel, amit a tapasztalat ad, és adott esetben az időseknek ez megvan. Uh-huh. Ami sokszor meg le van becsülve. Hát az öreg, hát mit tudja. Ne féljünk egy aranyórát meg elvinni az ékszerészhez. Ha nagyon félünk tőle, megmutatni, hogy szerint akkor az gyanús. Ha nagyon jó, akkor azt mindenki elfogja. Tényleg nagyon jó. Amikor én a feleségemmel az utcán mentünk, még udvaroltam nagyjából, vagy ismerkedtünk, nevezzük, hogy akarjuk, olyan, az is előfordult, hogy megállítottak az utcán, és mondták, hogy hú, de jól találnak. Senki, soha nem ismertem, fogalmam nincs, hogy ki volt. Tehát egy normális ember, most egy idősebb korosra gondolok, tud örülni, ha a fiatalok találnak. Igen. Tehát nem fog azért, hogyha szerintem az nem találna, vagy ő tud örülni. És adjuk ezt én úgy javasolom mindenkinek, hogy adjuk meg a szülőknek, tapasztaltabb barátainknak, idősebb embereknek azt a szabadságot, hogy te, neked mi a véleményed erről? Természetesen ez nem a felkérés után, akkor már nem szabad ilyen csinálni, az ember eldöntötte, akkor kérjünk tanácsot, hanem az előtt, amikor az ember szeretné megerősíteni magában a bizonyságát. Bennem most az a kérdés merült fel, hogy mi lehet ennek a nagyon erős bizalomnak az alapja. Mert ugye ehhez szükséges egy nagyon közeli, bensőséges kapcsolat. A legtöbb mai fiatal szerintem, hogyha megkérdeznénk, akkor az lenne a reakciója, amit te is mondál, hogy hát mi köze hozzá, hát az én döntésem, stb. Itt mégis a történetre is egy kicsit visszakanyarodva. Ábrahám, mintha így előre borítékolta volna azt is, hogy a fia el fogja fogadni azt a feleséget, akit kiválasztanak neki, illetve valamilyen szinten azt is, hogy a hölgy is, Rebeka, ő is ugyanúgy el fogja fogadni ezt a helyzetet. Persze kitér arra a szolgának, hogy ha véletlenül nem, akkor nem érvényes az esküd, a felémtett esküd. De hogy ez is mennyire érdekes, hogy az apa fejében itt az is megvolt, hogy a fia megbízik benne annyira, hogy el fogja fogadni azt az idegen lányt. Én azt gondolom, hogy annyira ismerte ő a fiát, és a fia is őt, hogy egyet tudott, hogy az apám nekem a lehető legjobbat fogja megkeresni, megoldani. Hogy őszinte legyek, engem az a kérdés foglalkoztat, hogy miért nem ment a szolgával ő is. Igen, tehát ha én lettem volna, én elmentem volna, az biztos. Igen. De lehet, hogy ebben is van egy üzenet. Aha. Hogy sok időt töltöttek együtt, ami ma síralmasan fáj, hiányzik a kapcsolatrendszerünkből. Mitől bízunk meg mi valakibe? Nem attól, hogy milyen a szeme, hogy kedves, mennyire civilizált. Ezek mind lehetnek bizalomerősítőek, de a döntő az, hogy mennyi időt töltünk együtt. A szolgával is nagyon sok időt töltettek, és azt gondolom, hogy ez a szolga évtizedeken át a bizalommal csillagosan vizsgázott. Tehát ha elküldenek egy valakit, hogy menj is adja a réciknek enni, akkor nem úgy jött vissza, hogy bocsi, elfelejtettem. Hát a teheneket el kellett összeket, hogy te elfelejtettem, kim vannak? Na megyek, nézze meg, még hány maradt. Meg vagyok győződve, hogy a szolgai teendőjét olyan pompásan és pontosan teljesítette, amivel kivívta azt a bizalmat, amit kapott.
a fia és az apa között meg egyértelmű, hogy nagyon jó bizalmi viszony lehetett, miből adódóan, hogy van egy olyan feljegyzés a Bibliában, hogy Ábrahám pedig a tölgyfa árnyékába ült. Nem véletlenül a Biblia, az Isten legszentebb könyve, fontosnak tart ezt feljegyezni. Miért? Mert ez hiányzik ma, leülni a családdal, leülni, beszélgetni. És úgy gondolom, hogy ide megy el, lehet visszavezetni a bizalmat. Sok házasságban is ez a probléma. Nem is olyan rég valaki ott mondta, hogy nagy válságban van a házasság, és kérdem, mennyi idős, és mondja, és akkor mondtam, hogy ti nem vagytok házas. Tehát ti nem tudjátok, mi egy házasság. Azon kívül, hogy esküdtetek, de nem tudjátok, mert még nem volt annyi időtök, hogy meg a bizalmat felépítsétek. A szerelem az az indító állomás, de akkor is azon, hogy a bizalom megmaradjon és képüljön, azon dolgozni kell, időt tölteni együtt, amikor elmondjuk a véleményünket, azt is, ami tetszik, azt is, ami nem, és azután épül ki egy életes szóló stabil bizalom. Ez minden kapcsolatra igaz. Nekem is vannak barátaim, akivel nagyon bizalmas a kapcsolatom, úgy, hogy a véleményünk úgy 50%-ban nem talál. De ennek ellenére évtizedek óta ismerem, és tudom, hogyha valaki, akkor ő egy hűséges ember. Annak ellenére más hibáit is ismerem, de a hűség területén mindig jól vizsgázott. Uh-huh. És azt gondolom, hogy itt ez volt egy fontos dolog, hogy ő képült ez, és szerintem ma erre kellene fektetni, mint szülőnek mondom, szülőknek, hogy úgy egymással kapcsolatban, de különösen a gyermekeinkkel időt tölteni, mert ezáltal épül ki az a bizalmi kapcsolat, ami jövőben egy aranytartalékként működik, bármi van, mindig oda lehet nyúlni, hogy szerintem ezt nem jól csinálod. De hogyha ezerszer mindig meggyőződött arról, hogy javát akarom, el fog rajta gondolkodni. De ha csak abból áll a kapcsolat, hogy na, ezt nem csináltad jól, ezt jól csináltad, tehát a minősítése megy, nem a bizalomépítés egy kapcsolat, akkor nem képes ez utólag krízisebb, vagy nagy fontos élethelyzetekbe segíteni. Térjünk át akkor kicsit a Rebecca oldalára, mert ez is egy nagyon fontos mozzanat azt szerintem a történetnek, hogy valójában szinte gondolkodás nélkül elmegy, és úgymond bevállalja ezt a dolgot, ezt a teljesen idegen férfival kötendő házasságot. Én személy szerint elgondolkoztam azon, hogy vajon milyen érzésekkel tehette ő meg azt az utat, vagy egyáltalán. Erről esetleg a véleményedre lennék kíváncsi, hogy mi lehetett vajon az a belső indítatás, ami ezt sugallta neki, hogy igenis neki ezt vállalnia, teljesítenie kell. Ezt újra visszatérek, ez megint csak az én véleményem, elképzelhető, hogy tévedek. De én azt gondolom, hogy egy olyan intuitív képességekkel bírt Rebecca, amire rátámaszkodhatott. Ez is egy nagyon fontos tanulság mindannyiunknak, az élet nagy-nagy mozzanataiban, és nagyon jelentős döntéseinkben nem vagyunk elég okosak. Tehát az elménk akármennyire is pörgetjük, olyan is előfordult, hogy egész éjszaka gondolkoztam egy ügyön. Semmit nem aludtam, csak gondolkoztam. És a végén az Úr adott egy kijelentés nekem, de akkor sem az én elmémből oldottam meg, mert nem vagyunk elég okosak arra, hogy jól éljünk, és jó döntéseket hozzunk. Nagyon sok az ismeretlen a döntések körül. De az embernek a szíve viszont, az a természet felettivel van kapcsolatban, és az Isten ad az embernek sokszor megérzést, ez érvényes a nem keresztény emberekre is, nagyon sokszor megéreznek. Tudok például egy olyan ügyet, hogy valaki férhez ment, stb., és akkor hát elmennek, és bemutatják a nagymamának. És akkor a nagymama elkezd mondani dolgokat. De hogy csak úgy csípőből, ami később kiderül, hogy egy az egyben minden beteljesedik. Életében először látta a fiatalembert, nem volt fizikai információja, nem is volt honnan legyen, de megérezed dolgokat, és megéreznek dolgokat. Én szerintem az a jó házasság, ami ilyen belső intuícióra épül,
hogy én nem tudom. Talán Petőfinek az egyik versében van, amikor mondja, hogy Isten tudja miért. Szeretem, de szeretem. Ez egy nagyon jó megfogalmazás, amikor nem tudom megmondani, hogy miért. Csak szeretem. Uh-huh. És ez a jó házasság, vagy ez a jó döntés, amikor nem tudom megmondani, csak az Isten tudja, hogy miért mondom. De ezt érzem. Uh-huh. És ezt olyan erősen, hogy képes vagyok az életemnek fontos döntéseit ez alapján meghozni. Ezek a döntések általában jók. Uh-huh. Sokkal stabilabbak, mint ami csak a száraz logikára épül. Ugyanakkor még volt egy picit, az előbbi kérdésben még van egy fejezet, amit nem fejtettünk ki, talán érdemes lenne. Ábrahámnak az a mondata, hogy ha nem jönne el a lány, igen, akkor mentes vagy. Igen, tehát valahol azért gondolt erre is, hogy ez is benne nem lehet. Nem csak, hogy gondolt, hanem arra gondolok itt, hogy milyen vagány ez a szabadság. Aha. Hogy a saját hitét, a saját meggyőződését semmiképpen nem erőltette le. Ezt csak azért mondom, mert elég sok fiatallal találkozok. Sajnos nemrég egy elég botrányos helyzetet kellett itt így menedzselni, aki annyira meg volt győződve, hogy a XY az ő társa, egy baj volt, hogy a másiknak a hátborzongatás fogta el, meg azt ne hallani se akart. És megsértődött, hogy a másik miért nem veszi figyelembe az ő meggyőződését. Mm-hmm. És egy nagyon bibliai alapelvet határozott meg Ábrahám. A házasság kötésben mindig mind a két félnek vétójoga van, mm-hmm, szabadsága van, és joga van azt mondani bármelyik félnek, hogy én nem így érzem, ne haragudj, hogy tisztellek, szeretlek, de ebből a szempontból nem mm-hmm úgy gondolom. Nem vétkezik vele, nem lázadó, nem áruló, nem tudom ki, hanem igen, megvan egy embernek ez a szabadsága, és ezt Ábrahám, annak kell, hogy Ábrahámról beszélünk, a hit atyáról, Isten barátjáról, egy olyan bizalmi kapcsolat, amiben senki ember nem volt még, Mózes közelítette meg ennyire, de Ábrahám egyedülálló volt ebből a szempontból, mégsem erőltette rá sem a hitét, uh-huh, sem a meggyőződését az ifjú hölgyre. És ezt meg kell tanuljuk mi is, sokkal toleránsabban kezelni egymást, és elfogadni azt a szabadságát a testvéreinek, barátainak, házastársunknak, hogy bizonyos dolgokban lehet neki más véleménye. És legyen más véleménye. És az nem dől össze a világ, hogyha mi teljesen meg vagyunk győződve, és a társunk, vagy a barátunk, testvérünk, ő azt mondja, hogy ő nem így gondolja. És ez nem harag, nem szabad kiváltson belünk semmilyen ellenérzést, hanem a tiszteletet és a szabadságát tisztelni kell mindenkinek. Ez nekem nagyon szimpatikus volt, ez a kis mozzanat. És úgy gondolom ott is, hogy Ábrahámban szintén egy intuitív vezetése lehetett, hogy, és a szolgának szintén, mert mondta, hogy és azért imádkozott, hogy Uram, még a mai napon rendelt ki. Ugyanakkor még a szolga beiktatott ott egy érdekes dolgot, amit te most nem olvastál fel, vagy nem említettél, de szerintem fontosnak tartom. A szolga letesztelt a lányt. És azt imádkozott így magában, az Úrban, még nem is fejezte be jól az imáját, hogy ő majd fog kérni vizet a tevéjének. És a lány... Magának, és akkor... Vagy bocsánat, az hiszem magának. Magának, és akkor még azt is tegye hozzá, hogy de ő, a tevéjét is megjutatom, én igyálom. Magának, vagy most már nem emlékszem pontosan, hogy melyik volt a különbség, de lehet, hogy igazad van, maradjunk akkor a te verziódnál. Tehát, hogy kér vizet, de a lány többet tegye, mint amit kér. Itt ezt akartam itt kiemelni, Na például ez az egyik legjobb bizonyítvány egy ember mellett, aki nem azt teszi meg, amire kérik. És érdekes módon az Újszövetség ezt mennyire hitelesíti. Mondja, hogy ha csak azt tesszük, amire megkérnek, mondjuk, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Meg kell tanulni a házasságban is, a kapcsolatokban is, a gyülekezetben is, Isten felé is, többet tenni, mint amit ő kér. Ha mindig egy kicsit többet teszel, mint amit kérnek, akkor leszel hasznos. És ez emelte ki, egyből teljesen biztos volt a szolga, hogy ez az.
És nem azt nézte a hölgy, hogy tehát jó, neked adok vizet, de a szolgád megészik 10 veder vizet, és még van, vagy, nem, vagy 10 tevéd, az 100 veder, hát csak nem hordom, hogy fél délután neked a vizet, hanem megértette a szolgálatnak a lényegét. És ez egy mély önzetlenség. Igen, ez egy olyan karakter árult el, hát, ha valaki jó házasságot akar, akkor azt hiszem, ezt, ha lemásolja, akkor már azt mondom, hogy 99%-a nyerő. Ezt el lehet tanulni. Igen. El lehet tanulni, és csak mondok valamit, a munkahelyen szintén. Pontosan. Úgy így működik. Nem normális dolog, hogy valaki azt mondja magáról, hogy keresztény, és azért alkudozik, hogy minél kevesebbet kell dolgozni, hogy ne hamarabb ellógni, több szabad nap, hanem mindig valamit tegyünk olyant, amire nem kértek meg. Én olyant is láttam, amikor a főnök bejött, és megállította egy kedves testvérről van szó, és bejött a főnök, és azt mondta, tisztelettel kérek, ne dolgozz annyit, túl sokat dolgozol, nem kértem én ennyit tőled. Az az ember nem kell félni, hogy az első leépítésnél lesz az első. Ő az utolsó lesz. Okay. Nem olyan nagy dolog, egy hozzáállás. Uh-huh. Igen, és egy karakter. Tehát, hogy elárul ez az, ami... egy karaktert. Igen, igen, pontosan. Viszont van egy másik vonatkozás Rebekával kapcsolatban, ami számomra újabb kérdést vetett fel, ugye, hogy tovább olvassuk a történetet. Kiderül, hogy Rebeka meddő volt. És akkor számomra ez ismét egy nagyon mély kérdés, hogy az úr miért éppen egy meddőnőt választott ki az Izsák számára, és számomra rejtély jelenleg. Hát több hasznos tanulsága van ennek. Talán egy rossz elképzelést lerombol, márpedig az, hogyha valaki Isten gyermek, annak nem lehetnek nagy problémája az életben. Uh-huh. Ez nem igaz. Ábrahámnak is megvoltak a nagy harcai, Izsáknak is, és így tovább. Minden szentnek nagyon nagy harcai voltak, és szerintem vannak is. Uh-huh. És azt gondolom, hogy nem szabad nekünk, nem arra kell hajazni, hogy minél könnyebb életünk legyen, hanem minél szentebb életünk legyen. És a sorsunkban vannak tőlünk függetlenül olyan tényezők, amik megnehezítik az életünket, ezek lesznek azok, amik a jövőre felkészítenek bennünket, és átformálnak. Jézus mondja, amikor Simon házában van, hogy Simon, akinek sok bocsátatott meg, az igen szeret. Én ezt egy kicsit átütételembe vinném, hogy aki átmegy nagy dolgokon, az egy más ember. Teljesen másképp adunk tanácsot, hogyha átmentünk nehéz dolgokon. Uh-huh. Teljesen másképp viselkedünk, a karakterünk más lesz. Megimádkoztatnak dolgok az életben. Szerintem mindenkinek az életében vannak nagyon nehéz fejezetek. Nem szoktunk velük dicsekedni, de a Biblia ezt egyértelművé teszi, uh-huh. és szinte kiteregeti, hogy igen, Izsáknak is volt ilyen nagy problémája. A másik oldalt viszont egy nagy reménység, hogy igen, ő az, aki a meddőnek fiat ad a kezébe. Ő az, aki a meddőt megáldja, és nincs olyan, hogy lehetetlen. Istennek minden lehetséges. Ha sikerült ez Sárának, sikerült ez Rebekának, akkor mi is lehetünk reményteljes emberek, hogyha olyan az orvosi helyzet, hogy talán lemondtak, Isten még akkor is tud beavatkozni. Igazából ez egy csoda volt, mert Isten kellett beavatkozzon, de én azt gondolom, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy na hát, most egy kicsit csúfó fejezem ki magam, de közérthető, hogy térjél meg, hogy ne legyen annyi problémád, meg ne legyen ilyen gondod, vagy ne legyen olyan gondod. Ez mind téves. Nem azért kell megtérni. Azért kell megtérni Jézus Krisztushoz, hogy vele lehetsünk, benne éljünk, ő bennünk, és végezzük az ő tervét. A nehézségek az nem a kereszténység nem arról szól, hogy nincsenek nehézségek. Arról szól, hogy Isten minden helyzetből kihoz bennünket, átsegít, vagy így, vagy úgy. Azt sem mondhatjuk, hogy minden esetben
úgy fog befejeződni, vagy úgy záródik egy fejezet, ahogy mi szeretnénk, ebben erre nincs garanciánk, és úgy is kell hűségesnek maradni, töretlenül hűségesnek maradni. Éppen azért tettem fel így ezt a kérdést, mert nagyon sokszor hát azzal jönnek emberek, függetlenül attól, hogy keresztények vagy nem keresztények, hogy akkor az Úr miért enged meg ezt, meg ezt, meg ezt az én életemben, a más életében. És akkor szerintem ez pontosan, amit mondtál, ez egy nagyon nagy tanulság. Tehát, hogy nem feltétlenül azért, mert az jó, hanem azért, mert az hosszú távon számodra építő lesz, másabb lesz, formáló lesz. Az a helyzet, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amit soha nem csinálnánk meg, ha nem lennénk rákényszerítve. Így van. Talán még ez még egy gondolat, hogy az élet az nem 80-90 év, hanem az egy örök élet. Ez egy olyan igazából egy felkészítő szakasz, ami nem annyira fontos, mint ahogy mi sokszor fellagyítjuk. Tehát egy probléma az nem az a probléma, nem biztos, hogy az a probléma. Ez akkor látszik, amikor tényleg nagy problémákkal találkozunk. Pontosan. És akkor az ember átgondolja, hogy tehát amikor azt gondoltam, milyen nagy probléma mondott, akkor ehhez képest az nem is volt olyan nagy probléma. Tehát fontos, hogy ebben is nőjünk értelemben és erőben is. Az ige, a 84. Zsoltár mondja, hogy átmenvén a síralom völgyén. És azt úgy kezdődik ez a Zsoltár, hogy boldog ember az. Nem azt mondja, hogy a boldog ember nem megy át síralom völgyén, hanem azt mondja, hogy forrását teszik azt, erőről erőre jutnak, és mindeddig még az megjelennek az Úr előtt a Sionon. Tehát látjuk, hogy egy csodálatos folyamatról van szó, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen ábránt kereszténységnek a gyümölcse, hogy képzeletbeli, hogy azt megtérek, akkor nem lesznek ilyen gondjaim, olyan gondjaim. Nem, hanem lesz egy Istenem, mely van egy Istenem, akire számíthatok mindig. Nagyon érdekes ez, hogy az Isten, akire mindig számíthatunk. Rebeka, amikor a várandósága alatt valami váratlan és furcsa dolgot észlelt, hogy tusakodást észlelt a méhében, akkor ő is az Úrhoz fordult, és Rebeka kijelentést kap az Úrtól, ami így hangzott, hogy két nép van a méhedben, és két nemzet válik ki belsődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Ez egy nagyon erős kijelentés. És engem elgondolkodtatott az, hogy milyen furcsa, számomra legalábbis, hogy bár Ábrahám azt az ígéretet kapja az Úrtól, hogy megsokasítalak, nagy népét teszlek. És mégis ez ugye az Ábrahám unokáira való kijelentés, amikor minthogyha már egy szakadás, egy törés, egy valami furcsaság következik itt be. Erről szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk, mert számomra ez még egy kicsit értelmezhetetlen. Tehát, hogy miért van ez, hogy már az Ábrahámtól számított harmadik generációban már van egy ilyen ellentét? Lehet, hogy vissza kell menjünk akkor Ábrahámig. Ez már Ábrahámnak az életében indult, mert neki is későre született Izsák, akkor Sára gondolt, hogy egy segéd megoldásra úgy adott még egy feleséget. Abból született Ismael. Azután meghalt Sára, Ábrahám újra nősült, még született neki 5 gyermeke, tehát 5 fiúról van szó pontosabban, és mindegyik nagy néppé lett, őket elküldte keletre, tehát ezek a keleti népek, és mondja Isten, hogy megáldom őket. Ábrahám, miattad megáldom, plusz Ismáelt külön megáldom. Ezért van, hogy most a közel-keleti népek ilyen, például jelenleg ilyen olajbőségbe élnek. Annak egy jó része Ábrahám leszármazottja. Ők testvérnépek, az Izraellel is, Ismáelről és Izsáktól. És Ábrahámot minden valóban ők is atyuknak tekintik. Hogy miért engedte meg ezt az Úr ezt a kettősséget, ez egy érdekes kérdés, viszont az egész Szentírásban végigkísérhető. És nagyon élesen az Izsák és a Rebeka házasságában is ez komoly vetületei vannak ennek. Ott is, de aztán Ézsau-Jákob konfliktusban, majd később József a testvérei konfliktusban, majd később Dávid
Saul konfliktusban. Én megkockáztatom, hogy vannak olyan konfliktusok az életben, ami be vannak kalkulálva a sorsunkban. Tehát látjuk, hogy például Dánielt, a Biblia egyik legfethetetlenebb személye. Most az emberekről van szó, tehát nem Jézus Krisztushoz akarom hasonlítani, de mint ember, nagyon kiváló ember. Mégis tudjuk, hogy az oroszlánok vermébe kötött ki az irigység miatt. Tehát azt gondolom, hogy Isten megengedi, hogy kipróbáltassunk ebből a szempontból is, hogy egy konfliktusba hogyan vizsgázunk. Rendkívüli oldalunk jelenik meg, amikor konfliktusba keveredünk. Mert amikor barátságos valaki, kedves, akkor a legjobb oldalunkat hozzuk ki. Amikor konfliktusba kerül valaki, akkor olyan is kijön, amit talán még mi sem tudunk magunkról. Valamiért ezt az Úr megengedte, de én visszamennék Ádámra, mert amikor behelyezi Ádámot Isten az Éden kertjébe, majd később Évát, beengedi a kígyót is. Igen. Nem tehette volna meg, hogy a palos angyal, aki őrizte amúgy az Éden kertjét, hogy a kígyótnak ne engedje be? Megtehette volna. Valamiért megengedte. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez azért van, hogy a jellemünknek ez az oldala is le legyen csekkolva, és le legyen ellenőrizve, hogy legyen egyfajta kipróbáltság mindannyiunkban. Az Isten fele való életünkben is, de a házastársi hűségünk tekintetében is. Nem az a hűséges, akinek soha nem voltak kísértései, vagy ajánlatai, hanem az, aki mindenek fölött hűséges maradt. Isten fele is. Kapunk olyan biztatásokat, hogy én a héten is kaptam, hogy nem látom, hogy milyen rossz gyülekezetet vezetek, és milyen ilyen, stb. És ilyenkor az ember meg kell erősítse, hogy most a kősziklán állok, zavarba jövök, tudom, hogy hol vagyok, nem tudom. És fontos, hogy ezeket Isten megengedi. Nem mondja, nem ebben a 70-80 évre kell gondolni, hanem az örök élet szempontjából a Biblia beszél, hogy kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb, mint a tűzben megpróbált arany. Azt gondolom, hogy itt erről is van szó, mert ugye Ézsaiás születéséről aztán tényleg Jákob nem tehetett. Még Izsák sem, hát sem senki. És még az is szerepel, hogy mielőtt bármit tettek, Jákobot Isten mondja, hogy szerettem. Tehát vannak Istennek is preferáltjai. És ez nem a cselekedetei miatt, hanem a születésétől fogva. Azt hiszem, itt is egy dologot még pontosíthatunk, hogy mi emberek vagyunk, teremtett lények, le kell hajtsuk a fejünket az Isten mindenhatósága előtt. Nem vagyunk mi a nagy hősök, mint ahogy képzeltük magunkról. És hogyha Isten szólt hozzánk, akkor ezt nagyon nagy tisztelettel kell követni, és örüljön neki. De ki vagyok én, hogy megállapítsam Istennek, hogy ezt másikat te miért szereted, vagy miért áldod meg. Csodálatos az ige, csodálatos igazságok vannak, de itt egy picit villantott az Isten, hogy azért ne felejtsd, hogy itt azért én nagyok a főnök, és nem az a, nem csak kollégák vagyunk, nem haverek vagyunk, hanem ő Isten. Neki jogában áll. Körülbelül úgy, hogy én eldöntöm, hogy most ebből a poharból iszok, vagy másból, és a pohárnak sok beleszólása nem lesz, se eddig nem volt, se ezután nem lesz. Ki vagyok én? Isten kegyelméből vagyunk. Olyanok, hogy mint egy lehelet, mint egy fűszál. Most mi emberek egymáshoz hasonlítva tudunk ágálni, de mikor jön a kasza, akkor teljesen mindegy, hogy ki mekkorára nőtt. Itt megint van egy erős kérdésem, hogyha az Úrnak egyértelműen lehetnek preferáltjai, akkor a szülőnek is lehetnek preferáltjai? Tehát, hogy mit gondolsz arról, hogy szülőként, több gyermekes szülőként, ugye Bibliában olvasunk erről, hogy Ézsau az Izsák kedveltje volt, Jákob pedig inkább a Rebeka kedveltje volt. Nekem nincsenek testvéreim, én nem tudok ebben semmiféle álláspontot foglalni, hogy milyen az, amikor úgymond osztozni kell a szülői szereteten. De vajon milyen ez szülői szemmel nézve? Tehát, hogy jogos-e ez az ő magatartásuk vajon, vagy
mi a véleményed erről? Gondolkodtam én is ezen a kérdésen. Most teljesen a tapasztalatra kell hagyatkoznom. Én egy nagyobb családból származok, mi öten vagyunk testvérek. Volt olyan testvérem, aki, mondjuk én az apámnak voltam a kedvence, meg a nagyszüleimnek, de anyám is nagyon szeretett, meg szeret most is. De volt olyan, például az öcsém, ő azért az anyámnak volt a kedvence, és amikor most nem olyan rég, anyám több mint 90 éves, csak azért mondom, hogy leültünk és beszélgettünk, és mondtam neki, hogy azért anyám, én tudom, hogy az öcsém volt neked a kedvenced, rosszul esett neki, és bántotta, fájt neki. Pedig nekem gyerekként ez evidens volt. Ezt csak azt mondom, mert nem biztos, hogy pont úgy van, ahogy mi látjuk. Tehát az, hogy kedvelte Izsák Ézsaut, Jákobot pedig Rebeka. Én nem gondolom, hogy Rebeka nem adott volna neki pont annyi ennét, vagy nem kedvelte volna őt, nem szeretette, csak inkább a természeti kompatibilitásban látom én, hogy mondja az így, hogy szelíd ember volt. Na most egy fiatal ember, aki szelíd, az segített a ház körül. Szerintem behozta a fát, kivitte a mosatlan. Tehát ott volt, nagyon jól jött az anyukának egy ilyen fiatal ember. Ézsó meg mezei ember éven, a vadászathoz értett, kemény élete volt, ez sokkal férfiasabb volt. Izsáknak ez jobban bejött. De én nem gondolnám, hogy Jákobot kevésbé szerette, csak a természetet talán jobban talán. Én azt gondolom, hogy a nagy családodnál ugyanez van. Azt nem gondolnám, hogy nem szereti, vagy jobban szereti, talán ez nem a legszerencsésebb megközelítése, hanem az, hogy a természete valamelyik szülőhöz jobban hasonlít. Mert ugye általában az első gyerek az apuká természetet örökli, általában a második, inkább az anyukájét, és akkor így váltják, és akkor a negyedik utána már elkezdődik sokkal inkább teljesen mind a kettő 50-50%-ban. Az érdekes az, hogy ha ez is egy egész tudomány, nem lehet szinte megmagyarázni, hogy mi az, ami miért van az, hogy egyik olyan, mint hogyha kiköpte volna az apja a száján. A másiknak az anyja teljesen, a másik meg teljesen előtt. Sőt, felépül benne egy nagyon nagy ellentét, megutálja az anyjába vagy az apjába levő rossz természetet, és egész életében azért küzd, hogy ne legyen olyan, mint az, ami esetleg neki rossz volt. Tehát úgy gondolom, hogy ez a típusú viszonyulás, ez egy megengedett és egy helyes dolog. Ott van például Jákob. Kedvenc gyereke neki József. Egyértelmű. Ő ezt annyira bevezette, nem csak úgy, mint ahogy vele kapcsolatban az anyja, hanem ő cifraruhát csináltatott, hogy minden nap emlékezzen rá, minden fia, hogy neki Ibe-Biza József volt a kedvence. Lehet, hogy van erre joga, erre vagy szabadsága, lehet szabadsága. Azt gondolom, amit nem engedhet meg egy szülő sem, hogy megfossza a szeretet fürösztéséből bármely gyermeket is. De van olyan gyerek például, aki azt szereti, hogy minél többet ölelgessék, dumáljanak. A másik meg egy más típus, aki ezt nem is annyira igényeli, hanem neki más a szeretet nyelve, másképp kell neki kifejezni, de mint szülőnek kötelességünk szerintem egyformán megfürözteni őket, és egész életünkben, amennyit csak tudunk, ezt fejezzük ki. De másabb, minden természet, és a természet van, amelyik vonzó, van, amelyik baborzó, idegesítő. De tudom olyan testvéremet, ami annyit bosszantott a szüleimet, hogy nagyon. Tehát az volt nekünk már, hogy borzasztó. De olyan természete volt, hát nyilván, hogyha egy gyerek hazajön, bosszantja 8 órát a szüleit, hónap folytatja, és ez hónapokon át így megy, az a bizalmi jó kapcsolat megromlik. A másik viszont, akinek több esze van, lehet, hogy sokkal rosszabb. Emlékszem, mikor sokat verekedtünk mi az öcsémmel, ő mindig úgy verekedett, hogy azt lássák, hogy amikor ő kap, tehát ő titokba ütött mindig engem, én nem voltam annyira figyelmes, és engem többször elkaptak, és meg is raktak érte jól, de ő általában mindig ő kezdte, de úgy csinálta, hogy nem kapták el.
És most már nyilván nevetünk rajta, mert nagyon jó a kapcsolatom a testvéremmel is, vele is, de az, hogy valaki huncutabb, az nem biztos, hogy jobb, de mégis sokkal könnyebb szeretni egy olyan gyermeket, aki nem idegesíti állandóan a szüleit. Miért mondja Biblia, hogy ti gyerekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek? Tehát azért egy gyereken is áll sok minden, vagy állhat. Nem csak a szülőkön, hogyha ez kialakul. Nagyon nagyot fordul viszont itt egy adott ponton a történet. A két gyerek közötti kapcsolat is, és a szülő-gyermek közötti kapcsolat is, amikor Rebeka cselhez folyamodik ahhoz, hogy Jákob vegye át az apai áldást. Érdekes, elgondolkodtatott engem az, hogy igazából akkor Rebekának ez a hát fondorlatos terve valójában, hát ez éppen, hogy beigazolja azt az isteni kijelentést, amit ő még a várandósága alatt kapott, hogy ugye a kisebbnek fognak szolgálni. Ő ezt csellel oldja meg, de valójában ennek köszönhetően veszi át Jákob az áldást. Mentesíti-e ez vajon Rebekát a cselekedetének a súlya alól, vagy sem? Hát akkor itt egy picit nem értek egyet veled, mert Isten nem szorul arra rá, hogy mi neki besegítsünk. Pontosan ez a kérdés. Ez egy tipikus, profétikus jelkép, mert mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk. Annak ellenére, hogy a Bibliában csodálatos ígéretek vannak besegíteni az Istennek hamis dolgok útján. És ma is sokan ehhez folyamodnak, úgy anyagilag, vagy más jellegileg, más területen. Azonban már itt szeretném leszögezni, hogy Rebeka nagyon súlyos árat fizetett ezért. Ugyanis a szeretett fiát nem látta többet a földön. Tehát miért elment Jákob, ő azt gondolta, hogy addig mondta, menj el egy időre, aztán megbékél. Ő eszébe nem gondolta, hogy akkor látjuk utoljára egymást. Tehát azért korai halállal meghalt. Most én nem állítom, ezért halt meg, de azért ez is egy fontos tényező. De ami talán még fájóbb nekem, és még jobban elgondolkodtat engem, hogy milyen lehetett az ő házasságuk állapota akkor, hogy képes volt a szeretett férjét, akit az Isten ajándékozott neki, és őt neki becsapni. Azért, mert van benne egy nagy fogyatékosság, ugyanis vak volt már ekkor Izsák. Ez is egy borzasztó nagy tanulság. Egy házasságnak az a dolga, hogy egymást kiegészítsük, és ha valamelyik társunk nem lát valamit, vagy nincsen valamilyen képessége jól kifejlődve, akkor ne éljünk vele vissza, hanem takarjuk el, segítsük, pótoljuk ki. És az a mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt, ez egy kommunista elvből indul, amikor nincsenek elvek, hanem csak célok. Én a kereszténységet először azt gondolom, hogy legalább annyira vannak elvek, mint célok, vagy inkább elvek vannak, mint célok. Nem hiszek azokban a célokban, ahol az elvek nem számítanak. A kimondott szó, a hűség, most gondoljunk el, egy olyan férj, aki idős már, valószínűleg nehezen is mozgott a kora miatt, vak, és akkor kibe bízna meg? Hát nem a feleségébe, hogy jó helyre viszi, enni ad, segít neki az élet funkciójában, és az, akire a legjobban számíthat, hátba vágja, és hátba szúrja. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy ára van ennek, nem lehet az ilyent megúszni, nem szorul Isten arra, hogy az ígéreteihez besegítsünk. Sajnos egy pár száz év múlva Mózes ezt ugyanúgy megismétli, Isten azt mondja az ő népének, Ábrahámnak, megígéri, 400 év múlva kihozom Izraelt Egyiptomból, és akkor elmegy Mózes, és kinyír egy egyiptomi férfit, elkezd ott akciózni, azért, hogy az Isten ígéretének a szabadulást beindítsa. És ebből nem az lett, hogy beindult, hanem még 40 évet várt Izrael,
Tehát mindig rosszul jön ki az ember, ha be akar segíteni az Istennek. Nem kell. Isten biztos vagyok benne, hogy az utolsó másodpercben Izsáknak biztos, hogy beszólt volna, hogy mert az áldás adó az nem Izsák, hanem az az Isten. Az Izsák, az apa, az az eszköz. Mi csak eszközök tudunk lenni, de az áldást adó az mindig az örök Isten. Mi nem tudjuk őt se erőltetni. Ha egyszer megmondta, hogy ő Jákobot mádja meg, akkor nem született a Földön olyan ember, aki ezt meg tudja változtatni. Ő imádkozhat, ahogy akar, akkor is az Isten tökéletes akarata fog megvalósulni abban az esetben, ha Jákob nem enged ennek a csábításnak. Itt kis hián ő is nem, hogy elveszítette az áldást, mert azt megnyerte, de olyant is megnyert vele, az áfát is, amit ki lehetett volna hagyni. Igen. Nagyon nagy keserűség lépett be ettől a naptól az életében, és ami végig kísérte élete végéig. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos rész, hogy a kimondott szó, és az egésznek mi a háttere, mert van egy nagy oka, hogy megkeseredett. Én úgy gondolom, hogy az egész onnan indult, hogy az Ézsó megnősülése nagy fájdalmat okozott Rebekának, mind ahogy egy anyósnak általában menny, és az anyós kapcsolat ez nem szokott mindig könnyű lenni. Nagyon ritka, ahol ez problémamentes, nem kell elfelejteni, hogy valamilyen módon egy tanyán élhettek, mai kifejezéssel. Nem egy házban, de egy tanyán. Tehát azik naponta találkozhattak, vagy két naponta, lehet, hogy gyakrabban is, és megkeseredett. Mikor megkeseredik egy férj, megkeseredik egy feleség, mindegy a sorrend, attól kezdve csak időkérdés, amikor megromlik a kapcsolat. És ez mérgezte meg először őket, majd később a házasságukat, és utána ők saját maguk megmérgezték Ézsau Jákob kapcsolatát, azután Jákobot, és egész életére attól a naptól Jákob életét egy keserűséggel vegyes életvitel jellemzi az élete végéig, amit igazából pont az édesanyján keresztül vonult be. Tehát azért nagyon rossznak tartom a keserűséget, akkor is, ha jogos a keserűség. Tehát érheti az embert borzasztó nagy vesztesség, csalódás, csalás, vagy a családon, vagy anyagilag, vagy keresztényként gyülekezetbe, vagy bárhonnan. De a keserűséggel igazából az ember megásta a sírját, ha gyorsan nem mászik ki belőle. És ez vitte szerintem, ez volt a háttere. Hát elmondom, hogy nekem még nagyon-nagyon sok kérdésem van ezzel az egész életúttal kapcsolatban. Az is, hogy vajon elkerülhető lett volna-e, hogy eljussanak erre a nagyon mély állapotba, amikor már tényleg feleség férj ellen fordul, illetve hogy azok a generációról generációra ismétlődő motivumok, esetleg hibák, jó vagy rossz családi minták hogyan adódnak át a különböző nemzedékek során. Én akkor azt ajánlom, hogy ezt a beszélgetést még folytassuk egy következő adásban. Rendben. És akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmet. Folytatni fogjuk ezt a roppant érdekes beszélgetést. Jövő kedden jelentkezünk új adással. Köszönjük szépen. Viszlát, sziasztok!